Well, the boy's kind of small. George shrinks. But it doesn't show at all. George shrinks. Because he's always acting tall. George shrinks. George shrinks. He's calm. If a problem should be found, George shrinks. He's the boy to have around. George shrinks. Something big and something small. George shrinks. George shrinks. He's calm. George often seems to find a way day. His brother Junior does a call. George shrinks. Well, Dad blows a bugle call. George shrinks. And Mama keeps an eye on all. George shrinks. George shrinks. George shrinks. George shrinks. George shrinks. Pöttöm George. Kalandos vándorlás. Az anyatermészet jó kis titkokat tud kifőzni. Vegyük például a juharfát. A levelei minden évben nagyjából ugyanabban az időben ilyen csodás színt öltenek, aztán pedig lepotyognak a fáról. Honnan tudják, hogy milyen évszak van? Á, hiába hullottatok le, nem tudtok elrejtőzni. Ezt az évszakot nevezzük ősznek. Megvagy! Oké, Becky, ez volt az utolsó adag. Nézd csak, George, ez a levél él. Ez nem levél. Ez egy sétáló levél. Viszlát, pajtás! Igen, a természet titkai teszik ilyen mókássá a kertet. Egyeseknek persze. A kert tele van meglepetésekkel, igaz, Junior? Hú, falra festettem az ördögöt. Oda nézzetek! Junior ernyót talált. Azt hiszem, hernyót akartál mondani, igaz, Junior? Junior a természet egyik legnagyobb csodáját fedezte fel. Ez a kis teremtés most még nem néz ki túl jól, de hamarosan a világ legszebb pillangója lesz belőle. Hé, mi az a nagy tolongási? Junior ernyót talált. Pont olyan, mint egy harmónika. Látod, milyen szépen összesűrűsödnek a csíkjai, ahogy mászik? Én egyszerűen csak harmónikának hívom őket. Sárga és zöld. Fekete sávokkal. Szerintem ez egy Danais plexipus. Nem sokára Danaida pillangó lesz belőle. Danaida pillangó! A rovarvilág legkitartóbb repülője! 2000 mérföldet képesek vándorolni ősszel. Nagyon titokzatos élőlények. Van egy professzor barátom, aki majdnem mindent tud róluk. Hát persze, a bogaras ember! Azt hiszem, jobban szereti, ha lepke kutatónak hívják. Érdekli is őt, minek nevezik, ha azzal hívja fel az ember, hogy egy danaida lárvát talált. Már megyek és hívom is. Addig is őrizzük ezt a kis harmonikát, mielőtt valaki szétlapítja. A rovarok többsége meg tudja védeni magát a természettől, de az ember alkotta veszélyek ellen védtelen. Mint például a Sphinx-féle levélátehelyező rendszer. Hogy tetszik az ágtól ágig szolgáltatás? Asztalon a leves, gyertek ebédelni! Az én csíkos kis barátom sok fáradtságába kerülhetett, mire ilyen jól begubózott. Mire kijön belőle, gyönyörű, kifejlett pillangó lesz. Ha, kíváncsi vagyok, Becky mit szól hozzá. Trükkös vállalkozás pillangóvá változni. Mindennek stimmelnie kell.
ehhez mit szólsz? A kertetekben is ugyanígy érezni magát, ha ott hagytátok volna. Klíma és hőmérséklet az optimumon. És... voilà! Melyik lepke nem szeretne George Ring szobájában megszületni? George! Hol van az én kis lárvám? Itt, Eunice néni! Szervusztok, gyerekek! Hadd mutassam be Dr. Mindlafendert, a lepketudort! Hello, srácok! Eunice mondta, hogy egy danaidát találtatok. Szabad? Érezze otthon magát. Igen, ez egy danaida. Gyönyörű példány. Dr. Mindlafender éppen a danaida pillangók vándorlását kutatja. Úgy bizony. Máig is titok, hogyan találnak rá a melegebb éghajlatok felé vezető repülési útvonalakra. És én éppen ezt szeretném megtudni. Imádom a titkokat. Hogyan követik a pillangók útját? Bújócskázunk. Ó, ez jól hangzik. De honnan tudják, hogy melyik a hunyó? Nem úgy játszunk bújócskát. Megjelöljük őket. Ezt a danaida lepke szárnyára helyezzük, így meg tudjuk állapítani, hogy honnan indult el. És remélhetőleg azt is, hova érkezik. Fáj neki? Dehogy, egyáltalán nem. Még segít is neki. A danaida pillangók élőhelyei gyorsan pusztulnak, és a virágos mezők is egyre fogynak. A számocska elhelyezésével tudjuk, hogy merre vonulnak, és gondoskodhatunk róla, hogy elegendő táplálék és pihenőhely várja őket vonulásuk során. Mi is követhetjük a miénket? Igen, hogy megtudjuk, hova megy. Reméltem, hogy ezt mondjátok. Azonnal hívjatok, amint kisbarátunk kibújik, hogy gyorsan megjelöljük. Remélem, nem bánod a társaságot. Egy kicsit magányosnak látszol. Jó éjszakát, ne álmodj rossz bogarakkal. Bár ha jobban belegondolunk, te is elég kártékony vagy. Nincs is jobb, mint egy friss reggeli fuvallatra ébredni. Úgy látszik, én legalább annyira megijedtem tőled, mint te tőlem. Semmi baj. Csak mind a ketten bal lábbal ébredtünk. Jó reggelt, George! Jó reggelt, Hernyó! Már nem Hernyó. Jaj, kimegy a kertbe! Azt hiszem, jobb, ha vigyázok rá, még sikerül elkapni. Most már minden világos. Hoppá, ezt elkiabáltam. A saját súlycsoportodban legyél hős. Ilyen, sikerült. Azt hiszem, ezt nevezik bozót harcnak. Hajrá! Szóval ezt érzik a levelek, mikor lehullanak. Kicsit felakadtam. Visszajön a madár, csak hogy most én vagyok a hernyó. Nem csak Junior tudja, hogy mire való a levélpárna. Örülök, hogy újra látlak. Nem is olyan rossz egy tanulórepülőnek. Ilyen hamar feladná. Kösz a sétarepülést. Jól van, de ha már barátok lettünk, kellene neked egy név. Archie a danaida. Egész jó csengése van. Mit szólsz hozzá? Ezt beleegyezésnek veszem. Csak lassan, óvatosan helyezd a szárnyára. Nagyon finoman, nagyon gyengéden rögzítsd a szárnyán. Nyugi, Archie, egyáltalán nem fog fájni. Megvan. Gratulálok, Georgie. Megjelölted az első danaidádat. De jó neked, George. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm. De Archie nélkül nem ment volna. És most mi lesz, professzor? Nos, követem a szokásos vonulási útvonalat. Különböző helyeken önkéntesek százainak segítségével ellenőrizzük a lepkékre helyezett számokat.
Remélhetőleg Archie is köztük lesz. Ismeri a lepkék pontos vonulási útját? Ó, nem, dehogy. Ezek a kis teremtések lassan és magasan repülnek hosszú mérföldeken át. Csak azt tudja az útvonalukat, aki maga is köztük van. Mi lenne, ha valaki meglovagolna egyet, és elsőként jegyezné fel a pontos vonulási útjukat? Az óriási lökést adna a kutatásaimnak, de sajnos, hát nincs olyan ember. Te szentséges molylepke! Szeretnék vele menni és segíteni neki. Persze, ha a szülei megengedik. Miért nem menne az egész család? A doki kocsijában rengeteg hely van. Hónapok óta kisetettem a lábam a városból. Ha ezzel segíthetjük a danaidák fennmaradását... Persze! Miért csak a lepkék szórakozzanak? A beavatkozás a természetbe gyakran többet árt, mint használ. De ha követjük a danaidák útvonalát, tudni fogjuk, hol szállnak letáplálkozni és pihenni. És gondoskodhatunk róla, hogy azok a helyek érintetlenek maradjanak. Nagy segítség lenne, ha követhetnénk Archie-t. Persze, ha ő is benne van. Mi a véleményed, Archie? Nem bánod, ha veled megyek? Kékék, jövünk! Minden rendszer működik. Olyan útra indultam, amit még senki nem tett meg. Minden rendben, Archie. Az ejtőernyőt ne felejtsd el, George. Köszönöm, Becky. Jobb félni, mint megijedni. Jó érzéssel töltött el a tudat, hogy segíthetek Archie-nak és barátainak, hogy biztonságosabban töltsék a téli vakációjukat. Ez nagyon komoly akció lesz, de izgalmas. Ó, srácok, ez a sztár repül. Mit szóltok? Én csak szárnyas vonatnak nevezem. Egy kerekeken guruló pillangó. Időjárás változás lesz, jobb, ha pakolunk és indulunk. Mi készen vagyunk. Azt mondják, az ember mindig a legfontosabbat felejti otthon. Én biztos, ami biztos, mindent elhoztam. Ó, szép kis darab. Indulhatunk, Georgie. Ha, itt az idő, nagy fiú. Jó repülést, fiúk, vaya con Dios. Juhú! Várjunk, azt hiszem parkolópályán vagyunk. Ne aggódj, Georgie. Archie csak egy megfelelő fuvallatra vár, hogy felemelkedhessen. A légáramlatok messzire visznek, anélkül, hogy energiát pazarolnánk. Az érzékelőm kellemes nyugati fuvallatokat mutat, mégpedig... most! Hú-hú! Erre mondják, hogy elfújta a szél. Szia, Becky! Mi indulunk? Ne felejts el képeslapot küldeni! Majd légi postán adom fel. Viszlát! Ott vannak, rajtuk tartom a szemem. Ha a műszereim nem csalnak, könnyű, sima útunk lesz. És ha az én műszereim nem csalnak, itt az ideje egy kis dalolásnak. És 41 lepke fenn az égen, 41 lepke fenn az égen, 41... Juhú! Sajnos verhetetlenek vagyunk. Az adataim pontosak, és általában azok szoktak lenni, mindenki nézzen ki a legközelebbi ablakon, és hihetetlen dolgot fog látni. Egy pár pillanat és... Mennyi gyönyörű lepke, egy igazi pillangó felhő. Úgy látszik, társaságot kaptunk. Ilyet nem minden nap lát az ember. Ez aztán a fotó téma. Ez fantasztikus nap volt. A pillangók mit csinálnak? Megisznak egy csésze nektárt lefekvés előtt. Az ég tiszta, se esőre, se hóra nem kell számítanunk az éjjel. Sok mindenre kell vigyázni, ha az ember a szabadban tölti az éjszakát. Az élőlényeknek sok nehézséget kell legyőzniük, ha életben akarnak maradni. Örülök, hogy van egy hely, ahová hazamehetek. Igen, ez igaz. Azt hiszem, ideje bebábozodnom. Gyere, Archie, neked is pihenned kell. Még nagyon hosszú út áll előttünk. Milyen odafönn, George?
Nagyon klassz, professzor. De miért van olyan érzésem, hogy figyelnek? Nézd csak egy kicsit balra. Ez mindent megmagyaráz. Szép napunk van, igaz, elnök urak? Tudod, a Rushmore hegy nem néhány közönséges szikla, Junior. Ezek a hegynagyságú arcmások a történelem négy híres alakját ábrázolják. Két apa? Nézzük csak. Az ott George. Ez pedig szerintem Ringo. Vagy inkább Paul? A gránit arcmások Washington, Lincoln, Jefferson és a jó öreg Teddy Roosevelt elnököt ábrázolják. Mosolyog, George. Te is, Archie. Nem is értem, miért hívják Grand Canyonnak. Szóval ezért. Az az érzésem, nekünk a hosszabb utat kell választanunk, igaz? Itt az ideje, hogy énekeljünk egyet. De hiszen 5 perce sincs, hogy befejeztük az előzőt. Elég az óbégatásból, Harold. Ha még egy hang kijön a szádon, abból a rémes dalból én gyújtósnak használom a citerádat. Jól van. Hadd pihenjen egy kicsit a közönség. Te jó ég. Mi az, Doki? Rossz hír. Az időjárás jelentés gyorsan közeledő hideg frontot mutat. Szokatlan az évnek ebben a szakában. Nem messze innen van egy nagy vadvirágos mező. A vándorló danaidák ott szoktak megállni táplálkozni. Mi újság, George? Azt hiszem, leszálláshoz készülődünk. Közel lehet a mező. Akkor jó. A danaidák most nagyobb biztonságban vannak a földön, mint a levegőben. A lepkék leszálltak. De sehol nem látok virágot. Valami nincs rendben. Ajaj. Mi a baj, Doki? Az, hogy a danaidáknak nincs mit enniük. A farmerek lekaszálták a mezőt, hogy megszabaduljanak a vadvirágoktól. Mi újság, professzor? A farmerek veszélyesnek tartják a vadvirágokat a termésre. Akkor most mi lesz? Egyelőre semmi. Hamarosan besötétedik, és a hőmérséklet is gyorsan süllyed. Holnap feltétlenül virágot kell találnunk. Gyere, Archie, menjünk be a kocsiba, mielőtt túl hideg lesz. Mi a bajod? Valami rosszat mondtam? Nem, csak azt akarja tenni, amit a természet parancsol. Azt hiszem, igazad van. Remélem, nem éhezik és fázik túlságosan. A danaidák sok-sok éve teszik meg ezt az utat. Csak megpihennek egy kicsit, aztán tovább is mennek. Jó éjszakát, Archie! Minden rendben. A danaidák indulásra készen állnak. Jó reggelt, Archie. Indulhatunk? Minden rendben, öreg fiú. A pillangók hidegvérűek, George. Amíg ilyen hűvös van, nem tudnak repülni. Az is lehet, hogy szegényeknek egész térre itt kell maradniuk. Nem maradhatnak itt. Nincs mit enniük. És más lepkék sincsenek. Sajnálom, George. Attól félek, nem folytathatjuk a kutatást. A természet néha furcsa dolgokat művel. Bár csak tudnék segíteni nekik, hogy újra felszálljanak. A hideg ellen nem volt mit tennem, de egy jó reggelivel legalább szolgálhattam. Én egy csésze friss tejjel kezdem a napot, Archie egy csésze friss nektárral. Mindenki elindult, hogy keressen valamit, kivéve a papát, aki ott maradt, hogy őrizze a kocsit és szórakoztassa a csapatot. Elmeséljem nektek, gyerekek, hogy lettem tamburmajor a főiskolán? De akkor jól hegyezzétek az antennátokat, mert nagyon érdekes történet. Még egy adag. Szép termés, George. A reggeli előállt. Ezt a részt már teljesen lecsupaszítottam. Elmehetek a domboldalra. Csak ne menj túl messzire, drágám. Hű. A szomszéd fűje tényleg mindig zöldebb. De furcsa színű levelek vannak azokon a fákon. Ezek nem is levelek. Ezek lepkék. Millió számra. Archie-nak is ide kellene jönniük. Szólok Mr. Mindlufendernek. Ez csodálatos. A pillangó mennyország egész idő alatt egy pár lépésre volt. Nem hagyhatjuk itt őket. Már majdnem ott voltunk. Egyetértek, George. Csak nem biztos, hogy fel tudjuk melegíteni őket. Apa,
Ó, tudjátok, arra gondoltam, hogy be kellene csalogatni őket a kocsiba, hogy felmelegedjen a kis szárnyuk. De mégis, hogy gondoltad? Túlságosan érzékenyek ahhoz, hogy csak úgy összepakoljuk őket, ezzel a kürttel fogom becsalogatni. Okos ötlet. Kár, hogy nem működik. Apa jó hangnemben játszik, csak nem jó hangszeren. Van egy ötletem. Sokkal könnyebb lenne, ha nem rángatóznál. Nem tehetek róla. Csiklandós vagyok. Végy erőt magadom. Ne túl vagyok rajta. Most már csak a sárga téglás utat kellene megtalálnom. Mondtam, hogy csiklandós vagyok. Mindig a sárga úton. Nyugi, már csak 10-szer kell fordulni, és készen vagyunk. Addig én végrehajtom a titkos tervet. Ez nagyon jó lesz. Remélem, a mama nem haragszik majd, hogy kölcsön veszem. Kész. Egy perc, és elkészül a mesterművem. Hé, Georgi fiú! Az összes danaidát behordtam a kocsiba. Kár, hogy nem vezet út a mezőn keresztül, egyszerűen átvihetnénk őket a téli szállásukra. Megmondom, mit csinálunk. Segítségül hívjuk a szuperrepülőt. Majdnem olyan, mintha igazi volna. Lehet, hogy megint meg kell tanítani őket repülni. Mit gondolsz? Szerinted menni fog? Nyugodj meg, úgy fognak követni, mint lepke a lámpafényt. Lám csak mennyi előnye van, ha egy gyerek nem hétköznapi. Remélem, a danaidák követik a szuperrepülőt. Sok szerencsét, George! Kösz, professzor! Szuperrepülő mentésre kész! De jó! George segít a lepkéknek! Megteszem, amit tőlem telik. Hello, fiúk! Remek pihenőhelyet találtam nektek. Sok magas fa van, rengeteg ennivaló. Barátságos társak. Nem akarjátok megnézni? Csak egy ugrás az egész. Ó, Archie! Tudtam, hogy rád számíthatok. Van még jelentkező? Helyes! Akkor indulás! Lehet, hogy sikerül. Nézzétek! Te jó ég! Lehet, hogy követik George-ot a nagyfákhoz. Azt hiszem, innen már tudjátok az utat. Tudtam, hogy sikerülni fog. Kellemes, biztonságos, védett hely. És az ennivaló is kifutja a tél végéig. Örülök, hogy itt voltam és láthattalak benneteket. Kíváncsi vagyok, Becky mit fog mondani. Ó, sikerült! Eljutottak a nagy fáig. Legszívesebben órákig bámulnám őket, de még sok tennivalóm van. Ezt is megjelöltem. Szép munka, George. A számok feljegyzése a munka legfontosabb része. Az egyik vonulási útjuk már fel van térképezve. Ezt a titkot megoldottuk. Biztosak vagyunk benne, hogy elég virágos mező van a danaidák útvonalán. Van egy kérdésem, professzor úr. Archie nálunk született. Honnan tudja, hogy merre kell repülni? Ezt a titkot még nem oldottuk meg, George Shrinks. Hát akkor viszlát, Archie. Örülök, hogy megismertelek. Ne félj, soha nem felejtelek el. Mosolyogjatok! Mivel néhány húr hiányzik a gitáromról, improvizáltam egy mixet a professzor zenegépén. Hogy én erre nem gondoltam. Táncolj, mami, táncolj! Ezer éve nem táncoltunk. Alig vártam, hogy alkalom adódjon rá. Azt hiszem, ez az a rész, amikor elhajtunk a naplementébe. Igaz, Eunice néni? Jó beszélsz, Georgie fiam. Ideje, hogy hazainduljunk. A danaidák új nemzedékei minden évben megteszik ezt az utat. Nem lehet könnyű. Egy titkot megoldottunk, de maradt még ezer másik. Magyar hangok: Pálmai Szabolcs, Bodrogi Attila, Csondor Kata, Németh Kriszta, Kisvirág, Várdai Zoltán. Magyar szöveg: Léner Gizella, hangmérnök: Müller Kálmán, gyártásvezető: Ozorai Katalin, szinkronrendező: Varga T. József. A szinkront a Minimax RT megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette.